Ezen túl fedett jégpályán korizhatnak a jégszerelmesei Tatán. A Kőkúti Általános Iskola udvarán van a pálya, ami december 8-án nyitott meg. Ahhoz, hogy elkészülhessen, az önkormányzat és a Városkapu ZRT is hozzájárult. Hosszú évek óta küzdünk azzal, hogy szeretnénk egy állandó jégpályát létrehozni, hiszen az időjárásnak ki volt téve eddig ez a sportág, vagy befagyott az öreg tó meg a cseke, vagy nem. Most az idéntől biztos, hogy folyamatosan lehet korcsolyázni Tatán. Horváth Zoltán kollégámnak nagy köszönet, aki kiverekedte, a szabad ezt a szót használnom, ezt a koripályát, mindent megtett azért, hogy ez létrejöjjön. Természetesen Horváth Zoltánt is megkérdeztük a pályáról, de előbb nézzük, hogyan segít a Magyar Jégkorong Szövetség. És 5 teljes komplet felszerelés hoztunk hozzá, hokibotokat, felvédőket, és azt gondolom, hogy ha ez a jégkorong itt beindul, akkor további felszerelés támogatásra tudunk segíteni az egyesületnek, illetve ha lesz csapat, akkor tud az egyesület pályázni Taóra, tehát igazából tovább lehet majd ezt a pályát fejleszteni, lehet majd öltözőépületet kialakítani. A megnyitón egyébként ott volt a Magyar Jégkorong színe java, sőt még csúszka is. És még a Forrás Rádió egyik műsorvezetője, Varga Lilla is jégre merészkedett. És akkor jöjjön az ötletgazda. Horváth Zoltánnal másnap még visszamentünk a jégre, ahol elmondta, mi is a cél ezzel a pályával. A nagy ötlet és a nagy cél az az, hogy a fiatalok és a családok jöjjenek és korcsolyázzanak. Az, hogy majd lesz jégkorong, azt gondolom ez természetes, mert előbb-utóbb ki fogja magát nőni innen egy csapat, de leginkább megint csak a gyerekekre szeretnénk fókuszálni, hiszen ez egy kisméretű pálya. Ez a kisméretű pálya 10-12 éves korig alkalmas a versenysportra, de nem is versenysportot mondanék, hanem inkább utánpótlás nevelésre. Úgyhogy a cél az az. A nagy cél az, hogy Tatán minden gyerek tanuljon meg úszni, de előtte korcsolyázni. Ehhez a nagy célhoz az első nagy lépés, hogy elkészült a pálya, most már a gyerekeken a sor.